ugye ön mérnökként fog végezni, akkor ön inkább az összeszerelő üzemben dolgozna, vagy inkább egy saját innovációs területen? Hát mindenképpen, mindenképpen sokkal kreatívabbnak gondolom, és szerintem egy jó lehetőség is lenne. Országjáról körültünk részeként itt vagyunk Győrben, és arról érdeklődünk, hogy kinek mi a véleménye a magyar társadalmi helyzetről, politikáról. Nem tudom, áprilisban lesz szavazás, ő már szavazhat? Ő igen, igen, szavazhatok már, igen. És mi a véleménye önnek erről a kialakult politikai helyzetről? Hát szerintem elsősorban az egészségügyet és az oktatást kéne fejleszteni, ahogy ön is mondta. Meg a digitalizáció, szerintem az nagyon fontos része lenne. Ez kicsit nehezebb lenne például az idősebb társadalom felé, mert hát ugye nem biztos, hogy minden idősnek rendelkezésre áll az, hogy például okostelefon ilyen eszközök segítségével tudja ezeket a dolgokat elvégezni, de szerintem egy jó indítatás lenne ezt felé közvetíteni. Ugye általában a generációk közötti kapcsolatot ez a digitalizációs eszközök, tehát például, hogy okostelefon össze is hozza, hiszen általában a fiatalok tanítják a nagyszülőket arra, igen, hogy igen, hogy kell használni. Nem tudom, hogy is, a családban van-e ilyen. Nagyszülőmnek segítettem például, ezeket az eszközöket tanítottam, hogy hogyan használják, több-kevesebb sikerrel sikerült is amúgy. És most, hogyha ugye a választásokban gondolkodunk, ugye van a mostani kormány, van egy másik koncepció, abban is vannak múltbéli szereplők, illetve mi, mint megoldás mozgalom, egy teljesen civil alapon működő új gondolkodást, egy új szemléletmódot képviselünk, hogy milyen irányba menne? Hát én nyitott vagyok a változásra, és mindenképpen amúgy ezt támogatnám. Amúgy megmondom őszintén, néztem is az a legnagyobb vállalkozás oldalt, amit nyitott is. Például gondolkoztam is azon, hogy jelentkezzek önhöz képviselőhöz, csak még nem sikerült az önéletrajzomat addig megcsinálni és leadni. Akkor most de most nagyon örülök itt is, vagyunk, hogy, és hogy személyesen találkoztunk, és ezt most így pont el is tudtam akkor magának mondani, hogy nekem volt ilyen indítatásom amúgy. Diákokkal vagy diáktársakkal, akikkel beszélgetnek, hogy ott mi az általános elképzelés, hogy mire van szükségem a Magyarországnak? Hát szerintem mindenképpen a változtatásra, a béreket is szerintem hát elég alacsonyak nyugathoz képest, meg hát az egészségét szerintem mindenképpen javítani kéne, meg hát az oktatásban is elég régi módi eszközöket használunk. Én most fogok végezni, itt járok a Széchenyi István Egyetemre, járműmérnöknek tanulok, és látok olyan dolgokat, amin szerintem változtatni kéne és fejleszteni. Tehát akkor ugye Magyarország, ugye, hogyha a digitalizációt nézzük, és pont ugye a járműnél ma már ugye az elektromos járművek, igen, ugye az önvezető járművek mindenképpen lesznek. A jövő mindenképpen ez lesz. És sajnos most jelenleg szerintem Magyarországon a járműipar kicsit hanyatlik is, ami amúgy alapból a gazdaság motorját jelentette régen Magyarországnak, és ezt is mindenképpen jól lenne fejleszteni. De ha ezt nézzük, akkor Magyarország egyfajta összeszerelő üzemként működik. Igen. Mi lenne, hogyha saját új elektromos autónk lenne? Hogy saját autót hozzanak létre? Hát mondjuk elektromos autót nem lenne bonyolult építeni a magyar szakemberek elektronikában? Hát csak az a baj, hogy lehet, hogy Németország nagyon nagy konkurencia lenne számára. Szerintem az Audi-t is azért hozták ide főleg, mert olcsóbb ugye a munkaerő is itt, mint kint, és ezért ez Németországnak megéri. De mint innováció, ugye ön mérnökként fog végezni, akkor ön inkább az összeszerelő üzemben dolgozna, vagy inkább egy saját innovációs területen? Hát mindenképpen, mindenképpen sokkal kreatívabbnak gondolom, és szerintem egy jó lehetőség is lenne. Csak az, hogy a versenytársaktól függ, hogy mennyire tudnánk érvényesülni. Hogyha a magyar államnak ez lenne a felelőssége, hogy ő támogassa a magyar innovációt, például egy magyar elektromos autó kifejlesztését, ön támogatná ezt? Én mindenképpen támogatnám amúgy, én elektromos autó párti vagyok. De akkor érdemes lenne minden szakembert, minden magyar végzős diákot itt tartani Magyarországon, és megerősíteni azt az innovációt, hogy itt fejleszünk ki termékeket. Hát mindenképpen az lenne a legjobb, hogyha Magyarországon maradnának a jó szakemberek, és a magyar gazdaságot építenek, és nem külföldet, csak ugye jelenleg nagyon sokan kimennek külföldre, mert sokkal jobb bért tudnak ott kint keresni. Például én is voltam ki nyáron, dolgoztam építőiparban, és hihetetlen, hogy kint segédmunkásként meg tudtam annyit keresni, mint itthon egy mérnök, egy jó beosztású mérnök. Hogy ez irányba, az innovációba menjen Magyarország, ez kinek lenne a felelőssége? Hát mindenképpen szerintem az, hogy lehetőséget biztosítson rá a kormány pénzzel, pályázattal, és az oktatás megfelelő szakembereket képezzen arra, hogy ez lehetővé jöhessen.
akkor mi, mint megoldás mozgalom, és kövessen minket a social media felületeinken, a weboldalainkon, mi ezt képviseljük, akkor április 3-án számíthatunk az ön szavazatára. Mindenképpen az újítás, a reform dolgokat én támogatom. Nagyon szépen köszönöm szépen. További szép napot. Viszontlátásra.